Vendégem Palcsó Tamás és a klip rendezője Szabó Benjamin. Szervusztok, üdvözlet. Jó estét. Egy motivációs dal állítólag, ha jól tudom. Tomi, kit akartál motiválni? Ki volt elsősorban, akit motiválni szerettél volna? Igen, hát nyilván mindenkit, aki hallgatja, illetve valójában elsősorban magamnak is írtam ezt a dalt valahol, tehát hogy szeretnék ezzel a dallal egy kicsit más irányban belehúzni én is. Ez azt jelenti most ebben az olvasatban, hogy saját zenéket szeretnék csinálni. Természetesen emellett más dolgokkal is foglalkozom, más zenei produkciókban, de a saját zenémmel most sokkal aktívabban, mint ezelőtt bármikor. Tehát korábban ez nem volt ilyen mértékben jellemző, hogy én jelen vagyok egy dalnál. Most végig kísértem teljesen a folyamatot, és egyébként a klip készítést is nagyjából. Tehát mostantól mindenre rajta tartod a kezed, de miért érezted úgy, hogy most eljött az ideje annak, hogy a dalokba is maximálisan részt vegyél? Azért, mert nem szerettem volna úgy
átsiklani el fölött, az egész dolog fölött, és nem szerettem volna úgy tükörben nézni, mondjuk ilyen nagy kifejezésekkel, hogy én nem próbáltam meg azt, hogy én ebbe beleteszem magam teljesen. És én úgy érzem, hogy tényleg szívem, lelkem benne van, úgyhogy most kitártam, és remélem, hogy a nézők, a hallgatók majd ezt jól fogadják. Kitől származik a klip ötlete? Tőlem, de egy közös munka volt nyilván. Hát igen, most mondhatom, hogy ő most mindenre rajta tartja a kezét. Bekattant ezt, hogy mindenhol ott akar lenni, és ott is volt. És hát fejlődött, tehát nem volt egyébként annyira sok időnk erre az egészre, de hogy azért még változtattunk koncepciót, vagy minden volt, de közösen fejlesztettük a klipet. Oké, okay, de kinek volt az alapötlete, a festők? Tehát, hogy... Az enyém. Na, az Benji-e, igen. Ki kell, hogy mondjam, az én ötletem igen, volt, igen, hogy festők legyenek. És az is a te ötleted volt, hogy a Tomi csak itt tényleg az utolsó pillanatokban tűnjön föl? Tehát... Igen, de ezt szeretném tisztázni, hogy nincsen bajom a Tomival. Tehát nem azért a legvégére került be, mert... Igen, azt megbeszéltük, és én is úgy voltam vele egyébként, hogy nekem az összes klippem, ami eddig volt, mindig én voltam főszereplő, elejétől végig benne voltam, és mondtam, hogy most már jöhet egy olyan, ami nem rólam szól. Hát mert a Tomi nem egy termék, hanem egy ember, aki ezt a zenét szerezte, és akkor emberként jelenítjük meg. Csodálatos. Azt gondolom, hogy a három festő karakter az különböző karakterek. Milyen karakterek ők? Hát ha kezdem, akkor hátulra van egy olyan, aki a gonosztevő, aki szétcseszi másoknak a munkáját. Tehát aki ő a kopasz. A kopasz és szemüveges. Így van. Illetve van az, aki az én személyes kedvencem, aki a festéket nézi, ahogy szárad. Nekem is ő a kedvencem. Na, hát az mindannyiunkban ott van egyébként, és ott van az, aki az Ervin Gíze, akinek ezúton is köszönjük, mert fantasztikusan nyújtotta ezt a 14-5 óra munkát és táncot. Nekem, tehát hogy ő az, aki 40 éve már dolgozik, utálja ezt a munkát, és már számtalan falat kifestett, de most végre a Tomi dalának Tomi dala megihlette őt, és... És nem csak egy szimpla fal lesz, hanem egy festmény lesz ott a végén. Így van. Igen, konkrétan egy absztrakt festményt fest a szobafestő kollega a falra a végén, ami szerintem, illetve hát úgy gondoltuk, hogy ez egy értékelhető festmény, és... Igen, nekem abszolút eladó. Igen, a szobával együtt. A lakással együtt megvehető a festmény, de kedvesek vagytok. Hát ez egy ilyen Banksy vélet, tudod, hogy vinni kell az egész falat ahhoz, hogy a tiéd legyen. Mik a jövőbeli tervek? Tehát akkor ezek szerint most már nagyon kézben tartod a dolgokat, születnek újabb dalok az irányításod alatt? Igen, tehát a saját magam által készített zenékhez én most tervezek majd egy újabb klippet, de most nem szeretnék most egyből most van a premier. Hát ezért nem szeretne róla beszélni. Értettem. Ez most egy kicsit előre szaladtam, de minden esetre tehát olyan zenéket szeretnék a közeljövőben ugyanígy elkészíteni, amik hasonlóképpen az én kreativitásomat és az én munkámat igénylik, vagy hát belerakom a munkámat. Tehát, hogy nem szeretném már így kiengedni a gyeplőt a kezemből, hanem tényleg aktívan ott szeretnék lenni, hogy azt tudjam mondani, hogy igen, ezt ebben én maximálisan hiszek ebben a dalban, ebben a klipben, és büszke vagyok arra, hogy ez így elkészült, és mindenkire, aki ebben részt vett. Igen. Hát akkor erre csak azt tudom mondani, hogy nagyon sok és nagyon jó munkát kívánok nektek akkor az elkövetkező hónapokban, és akkor várjuk az újabb dalokat és újabb klippeket. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük.